Emléktábla avatással ünnepelték Nyírbogáton a település alapításának 700 éves évfordulóját. Nyírbogát neve személynévi eredetű, nevét az Árpád-korban élt Bogát vezérről kapta, a Nyír előtag pedig a tájegységre utal. A település és környéke már a kőkorszakban is lakott hely volt, nevét pedig a 14. században említik először az oklevelek egy idevaló nemes neveként. Azt kell, hogy mondjam, a térségben több ilyen település van, hála Istennek, akik ezekben az években ünneplik ezt az évfordulót, mert hogy államalapítástól kezdve a Nyírség az igen sűrűn lakott település volt. 1310-18 körül említették először a településünket, Bogátot, és hát az azóta eltelt évszázadokban az itt élők jeleskedtek a kultúra megtartása és a hazavédelme érdekében. Az emléktábla avatás mellett Nyírbogáton átadták a megújult védőnői szolgálat épületét is, melyben új fűtési és napelemes rendszert építettek ki, valamint belül is korszerűsítették az épületet. Az 56 millió forintos beruházás egy több települést érintő fejlesztési program keretében valósult meg. A térségben 100 fejlesztés folyik, több mint 100 fejlesztés folyik a területfejlesztési operatív program jóvoltából, és ennek kapcsán átadtuk néhány hónappal ezelőtt Penészleken és Pócspetriben az orvosi és védőnői szolgálat rendelőjét. Eközben épül Vállajon, Mérken és Piricsén is az egészségház, illetve megújul, és ebbe illeszkedik bele a nyírbogáti védőnői szolgálat felújítása. Az augusztus 20-ai ünnepséghez kapcsolódva Nyírbogáton ökumenikus istentiszteletet is tartottak, ami után a Cantemus Nemzetközi Kórus Fesztivál résztvevői közül a Cantemus fiúkara, valamint egy kispesti és egy japán kórus adott koncertet.